Pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gögös Zoltán, az MSZP elnök helyettese. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hány órakor kellett fölkeljen, hogy ide érjen? Budapesten aludtam, tehát most viszonylag keveset kellett. Jönnöm. Iszonyú sok kérdésem van. Először is első alkalom, hogy itt van a tévénkben. Biztos tudja, hogy Európa első zsidó közösségi televíziója igen, vagyunk. Róla, azt is biztos tudja, hogy a zsidók jó agrár, jó földművesek, növénytervezők. Hát, lehet tőlük tanulni, az biztos, már mind Izraeltől. Én azt szerintem a magyar zsidóktól is. Akkor nézzük egyből, hogy mi is az az agrárkamara, és micsoda új törvények jönnek. Ugye agrárkamara az nagyon régóta van, és hát nyilván minden országban van, sőt, nagyon komoly jogosítványokkal. Ausztriában például ő maga a kamara az uniós kifizető ügynökség. Ott így alakult a rendszer. És az jó? Jól működik. Ott hagyományosan kötelező tagság volt, tehát most már azt mondhatom, hogy évtizedek óta. Ugye nálunk korábban nem volt kötelező tagság, hanem volt egy olyan köztestület, ami azért kapott nagyon sok állami feladatot, delegált feladatot, többek között tanácsadásit, törvényalkotásban volt egy érdekegyeztető mechanizmus, ezt fővétnek hívták, ez a fölművelésügyi érdekegyeztető tanács. Ennek egy nagyon-nagyon erős része volt, de ugyanilyen erős része volt mondjuk a MAGOSZ, vagy akár a MOSZ, az összes többi érdekképviselet. És hát ott komoly tudományos munka folyt, általában a kamarai régi kamarának az elnökei, azok mindig olyan gazdálkodó emberek voltak, cégvezetők, vagy éppen maguk gazdakinek tudományos fokozatai, meg tudományos munkássága is volt. Erre kitalálta ugye a Fidesz, hogy hát ez nem jó, bevezeti a kötelező tagságot, ugye akárhogy is nézem ez az őstermelők miatt, az őstermelők nagy száma miatt, ez legalább egy 3-400 ezeres tagság, akit lehet azért irányítani, valljuk be, különböző technikákkal. És rengeteg jogosítványt átrakott, csak egy a probléma, hogy ez a rendszer nem nagyon működik. Tehát magyarul maguk a tagok reklamálnak folyamatosan, és egyre erősebben, hogy hát nem nagyon látják vissza a befizetett pénzük ellenértékét. Ugyan itt is van tanácsadó szolgálat. A tanácsadó szolgálat ez egy viszonylag egy szűk kört segít, de például most itt vagyunk április 1-től be lehet adni a következő év Európai Uniós támogatási igényeit, de a tavalyiak 80%-a nincsen kifizetve. Na most soha nem volt ilyen. Egyszer volt olyan, hogy február végére nem volt egy bizonyos kontingens kifizetve 2005-ben, emlékezzünk vissza, ott voltak a traktorok a parlament előtt. Na most ugyanaz a MAGOSZ, aki egyébként a kamarának az alapjait adja a Magyar Gazdakörök Országos Szövetség, hiszen minden megyei elnök szinte, kamarai elnök az egyben MAGOSZ vezető is, az most milyen hallgat, és egy kapavá, hogy egy szava nincsen a gazdák érdekében, de ugyanezt el tudom mondani a kamarai vezetőkre is. Én egyetlen egytől nem hallottam, hogy reklamált volna, hogy hát kedves kormány, mivel magyarázza ezt, hogy nincsenek a pénzek? Hát, mert totális összefonódás van a politika szintjén. Ugye a parlamenti képviselők, a MAGOSZ parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke, aki egyből ugye kamarai kamarába is komoly háttéremberként ott van. Sőt, hát most kiderült, hogy az egyik államtitkár komoly köztestületi tisztséget tölt be, ami 3 éve összeférhetetlen. Tehát ezer sebből vézik, most erre ők beadtak. De miért lenne érdeke a kormánynak ezeket a pénzeket nem kifizetni? Hát... Nem az a baj, a rendszer nincsen rendben. Tehát a kamarának azért kellene reklamálni, hogy átszervezték a kifizető ügynökséget, megszüntették a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatalt, szétvették. Ennek komoly oka lehet, nem? Hát a Lázárnak a nyomulása részben, mert ugye az volt, hogy régen ez az ügynökség az el volt osztva hatáskörileg. Egy része a Földművelési Minisztériumhoz tartozott, pont ez a része, ami a közvetlen támogatásokat illeti. A beruházás típusú, tehát a pályázatos rendszer, az pedig elejétől fogva a Lázár hatáskörébe, tehát a miniszterelnökséghez került. Na most úgy látszik, hogy a Lázár nem nyugodott abba bele, hogy ennek csak a fele van nála, ezért azt csinálta, hogy a kifizető ügynökségnek a másik felét, ami nem lehet, az övé, az beterelte maga alá. Nem lehet, hogy túl sok probléma volt vele, és úgyis hívták őket, hogy AVH. De ezt ő mondta így, egyébként ez pont a Lázár mondta így. Egyébként majdnem ez lett a neve annak idején. Még a Németh Imrék mondták, hogy akkor az agrárvidékfejlesztési hivatal lesz, és akkor én mondtam, hogy bocsi, de ennek elég rossz rövidítése van, és akkor utána lett aztán MVH, tehát ez csak egy kis visszatekintés a múltra. Az a baj, hogy lehet ilyen opció, vagy olvasat, hogy ez nem működött soha tökéletesen. De ahhoz képest, ami most van, ahhoz képest sokkal jobban működik. Mióta van ez a miniszterelnöki hivatal? Ez most december 31-től.
Hát akkor adjuk nekik annyi kreditet, hogy jó, csak a, jobban fog működni, mint korábban. Csak a baj szerkesztő gázolajat, meg műtrágyát, meg most kell venni. Tehát lehet kreditet adni, de itt a tavasz, hát el kellene vetni. Vetőmag, műtrágya, gázolaj, ezeket nővédőszer, ezt most kellene megvenni, és ez úgy volt ütemezve mindig, hogy február végén... Az időjárás az diktál, de a parlament... Hát nem az időjárás, hát ugye parlament, a genetika diktál. Igen, a parlament ülésezik. E témában felszólalt? Hogyne. Éppen tegnap előtt volt egy vitanap, hétfőn, nem tegnap, hétfőn. Ez nem túl késő, ha már ki kellett volna, hát most, ha így visszanézem az elmúlt egy-két-három hónapot, én nagyon sokszor felszólaltam ebbe az ügybe, ebbe volt írásban. Milyen válaszokat kapott? Hát az, hogy minden rendben van. Csak hogy nekem meg folyamatosan telefonálnak a termelők, hogy semmi nincs rendben. Na de ne ámítsuk nézőinket, ön is gazdálkodik. Ez így igaz. Ez tény. Tehát akkor ön se kapta meg, akkor ezt... Az a cég nem kapta meg, ahol én is érdekelt vagyok, mert én személy szerint én nem gazdálkodom, csak a cég. De az az igazság, hogy ez nem mindenkit érint egyformán. Tehát ugye vannak olyan vállalkozások, akiknek azért nagyobb tartalékaik vannak, az könnyebben áthidalja, de mondjuk például, aki tegnap előtt felhívott az egyik hortobágyi gazda, akitől még ugye legelőtt is elvették, elég nagy híre volt ennek, a ottani juhászok hogyan jártak ugye a földosztásnál. Ő azt mondta, soha nem volt olyan, hogy erre az időre még ne kapta volna meg a pénzt. És azért is hívott, hogy hát valamit kezdjünk. Na most én ugye levelezgetek, tehát azért vannak ugye parlamentes rendszerek, amin az a hivatalos, ami teljes nyilvános, meg vannak azért olyanok, amikor e-mailt írunk mondjuk a illetékes vezetőknek, hogy hát kedves kollégák, azért jó lenne, ha valamit csinálnának. Mondjuk nekem a Lázár kb. Másfél hete ígérte meg, hogy rendet csinál, mert akkor azt mondtam neki, hogy nagyon nagy baj van, értsék meg. Nem tudom nekik, milyen információik vannak, de ne azt higgyék el, amit nekik a saját rendszerük jelent, hanem amit időnként én mondok. Mert ugye nekem nem rendszer jelent, hanem ott vagyok köztük, aztán mondják, hogy hát képviselő úr, nagy baj van, és ezt rendezik kell. De most benyújtottak egy törvényt, ez megint csak azért kell, hogy a saját hatásköröket bővítsék. Tehát most megint nem az, amit most fogunk tárgyalni majd egy kamarai törvényt. Megint nem azért van, hogy most a parasztnak legyen úgymond jobb, hanem különböző jogosítványokat adogatnak, és hát a legpikánsabb, ugye, amikor valaki képviselő is, meg kamarai elnök is, és saját funkciójára tervez be törvényt. Ez egyik azért, nem zárja ki a másikat? Ez nem. Tehát ez nem összeférhetetlen. A képviselőség nagyon sok mindenről összeférhetetlen, kamarai elnök lehet. Akkor most fogalmazza meg, hisz ma csütörtök van, és így ha van. Csütörtök van, akkor van kormányinfo, és ha van kormányinfo, akkor a heti tévé ott van. Megkérdezi. Megkérdezem, mi legyen a konkrét kérdés? Most a kamarával kapcsolatban azt kellene megkérdezni a Lázártól, hogy vajon miért kell a kamarának olyan jogosítvány, hogy például hitelt vehessen fel, ugyanis behozták a törvénybe, hogy vehet fel hitelt, ugyanis tagdiakban működik, amik nem kicsik. Mondtam, hogy 3-400 000 ember. De bele van írva a törvénybe, hogy olyan mértékig vehet csak fel hitelt, aminek a visszafizetése nem veszélyeztetheti a köztestületi tevékenységet. Na most ilyenkor mi van? Tehát most mennyi az a hitel? Ugye? Tehát azt meg kell kérdezni, hogy a miniszterelnök helyettes, vagy azt hiszem az a Lázár, szerint mekkora miniszter, az a miniszter, vezető miniszter, de úgy, ja, nem, hogy nincs a miniszter helyettes, az semminek van csak, hogy mennyi az a hitelvolumen, ami ő szerintem még nem veszélyezteti mondjuk egy kamarának a köztestületi műsorát. Ez a másik. Miért kell azt olyan jogosítványt adni neki, hogy értékpapírt vásárolhasson például? Ilyenek vannak a törvényben. Miért akar ő ügyfél lenni olyan perekben, ahol ő az elsőfokú hatóság? Tehát adnék én tippet, még sokat, ha kérdezni akarnak, de szerintem ez most bőven. Én azt hittem, hogy az lesz a kérdés, amit megkér minket, hogy kérdezzük meg az, hogy, mikor hogy hol van a pénz. Ez a legfontosabb, utólagos engedelmével ezt kérdezem. Jó, rendben van, tehát nyugodtan kérdezzem hol van a pénz, hogy itt van április 1-je, be kellene adni az új pályázatokat már a következő éves támogatásokra, és ezek a támogatások az idei aktuálisoknak, hát szerintem nagyjából kétharmada meg nincsen kifizetve. Tehát most akkor ezzel mi lesz? Akkor amikor az MSZP vezette az országot, akkor minden rendben volt nem, az agrárkifizetés? Egyszer volt, hát volt tüntetés. Ugye az akkor indultunk. 2004-ben léptünk az Unióba, 2005-ben már tüntettek a termelők, pedig egy kezdő rendszer volt, azért valljuk be. De utána azért erre mindig figyeltünk. Tehát, hogy időben... Nem is volt utána balhé. Tehát ilyen típusú balhé az a kormányzásunk alatt, hogy a termelő ne kapta volna meg a megfelelő forrásait, finanszírozását, az nem nagyon volt. Ezek a mostani károk tulajdonképpen mit okozhatnak, hogy nem tudják a földeket előkészíteni, nem tudják elvetni a gabonát? Milyen következményei hát ugye lehetnek két következmény. Meg kell, hogy hosszabbítsa mondjuk a hitelét, ami általában ezekből szokták visszafizetni. Uh-huh. Na most erre vagy hajlandó a bank, vagy nem.
Tehát ugye ez már eleve egy kockázatos téma. A másik, hogyha nem tudja beszerezni most például azt a műtrágya mennyiséget, amit most a tavaszi vetés vagy őszi vetésekre ki kellene szórni, meg a tavasziak alá, akkor az valószínű terméscsökkenést eredményez. Tehát ezek olyan biológiai folyamatok, amit muszáj megcsinálnia, tehát vagy eladósítja magát még jobban, mert hiányzik az a pénz, amit az állam egyébként neki normatív alapon kellene, hogy fizessen a területe után, és hát mondjuk nem tud üzemanyagot vásárolni. Hát akkor ki se tud menni a földre. Tehát ugye ez nem a nagy cégeket üti. Tehát azért erre is figyelni mit kellene, általában nem. Hogy általában azért a nagy cégek inkább hitelképesebbek, hogyha még arról is van szó, hogy likviditási gondjuk lehet, de a kis termelőknél nincsen tartalék. Hát miből lenne tartalék mondjuk egy 30-40-50 hektáros gazdának? Az nem az a volumen, éppen, hogy meg tud élni belőle. Ez így van. Jó. Én nagyon készültem erre a beszélgetésre. Igen. És azt akartam magától megkérdezni, mert most már egyszer és mindenkorra szeretnék a fejembe rendet csinálni. Mi most egy agrárország vagyunk, vagy nem vagyunk egy agrárország? Mi tulajdonképpen Európa éléskamrája lehetünk, vagy nem? Hát Európa éléskamrája nem tudunk lenni, mert Európa lakossága nagyjából 500 millió, és annyit nem tudunk megetetni. Tehát azért na de én a delikát ezt gondoltam, a különlegességekre, a fűszereinkre, valamikor, a téli szalámikra, a kiváló tejünkre, a paprikára. A téli szalámi azért nem hungarikum, mert nincs annyi nagysú disznónk, hogy a 80%-át elérje benne a magyar arány. Ez is egy izgalmas történet, tehát spanyol. Na kezdjük ezt újra. Tehát nincs elég nagy. Nagy súlyú, idős, öreg, érett húsú disznónk. Hát ugye akkor talán föl kéne hizdalni őket, és megvárni, míg öreget lesz. Csinálnak ilyet, tehát a mostani gyár az most már kötszerződés, hogy tovább hizdalják az állatokat. Azt nem, tehát akkor import disznókból gyártjuk a hungarikumot. Import anyadisznókból, igen. Egy részét, igen. Hát már nincs honnan importáljuk őket? Spanyolország, Németország. Mióta nincs elég saját disznónk? Hát én szerintem egy... Igazi disznókra gondolok, nem politikusokra. Egy 20 éve. Tehát, de a Fidesz nem kormányoz 20 éve. Ne, hát ez mindig probléma volt. Tehát akkor itt valaki elrontotta. Nem, 90-es évek után a magyar állattartásnak a 60-70%-a megszűnt. Tehát azért azt tudni kell, hogy a rendszerváltás nagyon megütötte a magyar agrárium produktumát. Nem értük el még a 2000-es szintet mai napig. Tehát még a mai napig nem tartunk ott. Hát a sertésben sose fogjuk elérni, de hát az egy más kérdés. A 10 milliót mondjuk most van 2,9, hiába van kormánybiztosa vagy miniszteri biztosa sertéstartásnak. Nem azon múlik, hanem azon múlik, hogy megéri vagy nem éri. Hát most jelenleg ott tartunk, hogy a magyar viszonyok között nem nagyon éri meg. Az, hogy egyébként ettől függetlenül, hogy ne kerüljen meg a kérdés, Magyarország jó agrárodottságú ország. Tehát egy ország területének a 60-70%-a jól művelhető, az eleve különleges adottságnak számít. És iszonyú mennyiségű vízünk is van, tehát öntözhetünk. Az igen, csak az keresztül folyik. Tehát az a baj, hogy az a fajta öntözési kultúra, ami azért itt meghonosodott a 60-as, 70-es években, ugye ezek a nagy állami rendszerek segítségével, mert ez egy nagyon, nagyon költséges valami, az a földprivatizáció kapcsán elég komoly kárt szenvedett. Tehát magyarul azok a csatornaművek, az átemelők, amik a lineár rendszerek, amik azért viszonylag nagy táblákat feltételeznek, azok most nem működnek. Most ebben tudnánk például nagyon komoly lépéseket tenni, hogy a termelésbiztonság miatt, mert azért az nem mindegy, de így is meg tudnánk etetni 20 millió embert, tehát kétszer annyit, még a mostani gyengébb környezeti paraméterekkel is. Én azt gondolom, hogy nem kellene visszafogni a szakmát. A szakmát most azzal fogják vissza, hogy kikiáltottak egy bizonyos termelői közeget, mondjuk ezek konkrétabban a nagyobb gazdaságok ellenségnek, egy kicsit favorizálnak a kisebb kör, de azt meg nem segítik. Csak papíron beszélnek róla, erre a legjobb példa a földeladások, a földbérbeadások, hogy soha nem azok kapják a földet, akinek erre... De agrár érdeklődésem, ide nagyon vagy hossz, oda, a főszerkesztő asszonyom azt mondja nekem, időnk, igen, hogy gondolom. Hiába én vezetem a televíziót, nekem is tudomásul kell venni, egyértelmű, hogy idő az idő. Nagyon szívesen beszélgethetünk erről bármikor, hosszabban is. Szeretettel visszavárjuk egy hosszabb beszélgetésre, hisz tudnunk kell, hogy mit eszünk, mit együnk, és hogy lehetünk Európa éléskamrája, mert legalább a delikát ez boltokban biztos. Az elmúlt közel negyed órában Gőgő Zoltán, az MSZP elnök helyettese volt stúdiónk vendége, akitől megtudtuk, hogy az öreg sertéseknek hiányába vagyunk, úgyhogy rajta kedves gazdák, vagy aki otthon akar sertést hizlalni, akkor ne dobjuk ki a maradékot, ha bár nem hiszem, hogy az Európai Unióban lehet moslékkal etetni a disznókat, úgyhogy erről is lemaradtunk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és utána Kabai Tibor következik, és mindjárt megtudjuk, hogy
vajon van-e jövője a nyugdíjasok pártjának, és kihúzzák-e a választásokig. Tartsanak tovább is velünk!